Munka, ami annyi örömet okoz, hogy azt már nem is érezzük munkának. Nagyon sokunknak az a vágyálma, hogy azzal a tevékenységgel keressük meg a napi betevőt, amit a legszívesebben csinálunk. A Gasztrokult mai adásának két főszereplője életük egy pontján együtt döntötték el, hogy e szerint változtatják meg az életüket. Az azóta eltelt pár év pedig azt bizonyította, hogy jó döntést hoztak. Dr. Schwarz Krisztina és Dr. Bagi Emilia jogászok. De a szakmai életük ma már a létező legfinomabb és leglátványosabb tortákról szól. Most az ő történetük következik. Ebben a tortaműhelyben nem csak a torták, de a rájuk kerülő dekorációk is helyben készülnek. Talán nem meglepő, de a különböző figurák mellett az egyik legnépszerűbb tortadísz a makaron. Ezzel indul a mai nap. Most makaron fogunk készíteni. Ehhez szükségünk lesz tojásfehérjére, cukorra és mandulalisztre. Hát itt most gramra pontosan fogunk mindent kimérni, és még azért akkor is van hiba százalék, mert a páratartalomtól kezdve nagyon sok minden befolyásolja, hogy tényleg szép legyen. De reméljük, ez most sikerül. Meg kellett találnunk a saját receptünket, ami működik. Rengeteget végigpróbáltunk, és egyébként pont addigra sikerült, amikor megnyitottuk a helyet. Tehát amikor otthon próbálkoztunk, akkor nem sikerült, és átjöttünk ide, és itt minden klappolt. Elkezdtük a cukorszirupot főzni, és ezt ilyenkor cukorhőmérővel mérjük, 118 fokig fogjuk engedni, és akkor fogjuk a felvert tojásfehérjébe belecsorgatni. Nagyon népszerűek mostanában a makaronos díszítésű torták, főleg felnőtteknek, egyébként ezt most 18. születésnapra rendelték, úgyhogy annyit tudunk róla, hogy modern torta legyen. És a többit ránk bíztak. Ez gyakran előfordul, kivéve talán a kisebb gyerekek esetében. Ők állítólag nagyon is pontosan tudják, hogy mit akarnak látni a szülinapi tortájukon. Tehát a gyerekeknél nagyon ritka az, amikor ránk bíznak bármit is, mert a 6 éves kislány azt tudja, hogy Elzát szeretne rá, vagy Sellőt szeretne rá, tudja, hogy milyen színű legyen. Inkább felnőtteknek szokták azt mondani, hogy akkor így, mint egy 18. születésnap. És fiú, és díszítsük föl, ahogy gondoljuk, csak modern legyen esetleg. A sütés, a legkülönbözőbb krémek receptúrájának kifejlesztése, elkészítése és a mindenféle mesefigurák egyéb dekoráció kitalálása és előállítása. Ma már ezek töltik ki a két jogász munkaidejét. Ők ketten megtették azt, amire nagyon sokan csak vágynak, gyökeresen felforgatták az életüket, hogy abból éljenek, ami egyben örömet is hoz a számukra. Ez egy több mint 10 éves történet, mi kollégák lettünk és aztán barátnők, és ott a munka mellett kezdtünk el hobbiból sütögetni, csak a családnak, barátoknak, és aztán ebből több lett. Én aztán váltottam munkahelyet, de a barátság megmaradt, és utána megszülettek a gyerekeink, akkor otthon töltöttünk egy pár évet, és miután szóba került az, hogy visszamegyünk dolgozni, akkor elkezdett bennünk az megfogalmazódni, hogy mennyivel jobb lenne, hogyha mi osztanánk be a saját időnket, és nem egy 8-tól 4-ig állásba mennénk vissza. Mi mind a ketten jogászok vagyunk, és jogászként is dolgoztunk, főleg a munka monotonitása. Az a szárassága, ami hát nem igazán fogott meg minket. És ez hobbi szinten a cukrászat, már akkor is sütöttünk barátoknak, magunknak, de tényleg akkor még abszolút hobbi volt. És ahogy jöttek a gyerekek, ott jöttek az igények is, a saját gyerekeink igényei is, hogy mesefigurás torta kellett, és mi ezt nagyon szívesen csináltuk. És aztán az is kihívás volt, hogy akkor mi lenne, ha megcsinálnánk a cukrász vizsgát. És akkor oda is együtt mentünk, és akkor ezt a gyerekek mellett hétvégente csináltuk. De hál' Istennek a család az nagyon támogató volt, és akkor hétvégét ezt rá tudtuk szánni, és mire oda jutottunk, hogy vissza kell menni, addigra már megvolt a végzettségünk, és akkor elkezdtük intézni azt, hogy hogyan lehet egy hivatalos műhelyt megnyitni. És akkor így 2020-ban nyitott meg a torta műhelyünk. Hát ez egy folyamat volt, de amikor ugye elhatároztuk, hogy beiratkozunk a cukrássuliba, akkor onnantól kezdve azért már
tudatosan kerestünk helyet, hogy hol lehetne megnyitni ezt a tortaműhelyt. Illetve amikor vissza kellett volna mennünk, és közölni kellett a munkáltatóval, hogy nem, ne számítsanak ránk, hát akkor nyilván az akkor volt mi azt már tudtuk. Akkor biztos lett, hogy akkor most már valami mást kell. Most porcukrot és mandulalisztet fogunk átdarálni és átszitálni egybe. Ehhez még nincs itt minden, úgyhogy hozom közben, jó? Ezt még kávédarálóval át fogjuk még egyszer darálni, és át is fogjuk szitálni. Most kimérjük a tojásfehérjét, hogy ez már elő legyen készítve, mivel a cukorszirupot, amit megfőzünk hozzá, az pont egy adott pillanatban kell hozzáadni, és addigra egy kicsit fel kell majd verjük. Mi ugye mind a ketten jogászok vagyunk, ott is nagyon fontos volt a precizitás, ez itt is megvan, tehát ez így segített. Mi nekünk szerintem nagy szerencsénk, hogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Sokan kételkedtek ebbe, hogy nem olyan jó ötlet, hogy mi barátnők vagyunk és együtt vállalkozunk. Hogy nem szabad a magánéletet meg az üzletet keverni, de mi ezt már akkor tudtuk, hogy körülbelül ugyanaz a munkamorálunk, és hogy jól működünk együtt, és egyébként ez be is bizonyosodott, mert nem igazán vannak konfliktusok, hál' Istennek. Közben haladni kell a munkával. Emily újra és újra átdarálja a mandulalisztet és a porcukrot, majd többször át is szitálja a keveréket. Krista közben egy porcukorba mártott formával kijelöli a makaronok helyét. Minden olajozottan működik. Mint sok más vállalkozás, az ő történetük is egy olyan tevékenységből fejlődött ki, amit otthoni körülmények között előszeretettel végeztek. Főleg a család bíztatott, de amikor a saját gyerekeinknek sütöttünk valamilyen figurás születésnapi tortát, azon a születésnapi bulin ott voltak mások is. Ők is azt mondták, hogy hú, ez nagyon jó. És ez azért adott egy olyan fajta önbizalmat, hogy akkor mertünk már lépni ez irányba, hogy akkor mi ezzel hivatásszerűen szeretnénk foglalkozni, és nem csak hobbi szinten. Tehát mire megnyitottunk, addigra már nagyon sokat gyakoroltunk. Tehát addigra már több, hát nem is tudom, hogy hány torta került ki a kezünk alól, de százas nagyságrend, azt gondolom. De nyilván azóta 2 év alatt már megint csak rengeteget fejlődtünk, a saját recepteink megvannak, amit mi kísérleteztünk ki. Úgyhogy mostanra azt gondolom, hogy beállt egy saját receptúra, egy saját munkamorál. A makaron készítés a tojásfehérje felverésével folytatódik. Ilyen 7-8 perc után lehet, hogy elkészült. Hát és amikor ilyen szépen áll a hab, akkor ez már jó lesz. És most hozzá fogjuk keverni a mandulaliszthez és a maradék tojásfehérjéhez, ezt már így előre összekevertem. És akkor ezzel apránként ki fogjuk keverni. Ezzel mindenki úgy van, hogy nagyon finom, meg nagyon szép, de ezt elkezdeni otthon sütni nem sok mindenki próbálkozik meg. Tortában nyilván ott hamarabb kérnek tanácsot, de azért azaz, van olyan recept, amit odaadok az anyukámnak, hogy süsse meg, de még az övé se olyan, mint a miénk, sajnos. Nyilván ehhez hozzátartozik, hogy itt mi már minden a kezünk alá áll, minden recept bejáratott, és nagy üzemben csináljuk, nem otthon. Meg az eszközeink is megvannak hozzá. Hogy komolyabban elkezdjük otthon, ahhoz nagyon sok eszközt be kellett szerezni. Tehát ahhoz, hogy olyan díszeket csináljunk, mint például ehhez a makaronhoz is, ez a cukorhőmérő, amíg nem főztük pont annyi fokig a cukrot, addig nem is sikerült. Tehát nagyon nagy eszköz szükséglete van ennek. És nyilván nekem már otthon nincsenek eszközeim, úgyhogy ha én is bármit szeretnék, akkor bejövök ide és megcsinálom. Kísérletezni kellett abszolút, és főleg a makaronnál itt másként működik az itteni sütő, az otthoni sütő, sőt, itt 2 sütőnk van, és itt is majd különböző hőfokokat fogunk beállítani, tehát egy 5 fok különbség lesz a 2 sütő között. Nagyon sokat kellett kísérletezni. Emilink esküvői tortáját is mit csináltuk, az volt az első ilyen nagy kihívás, de akkor még messze nem volt se tortaműhely, még a gondolata se fogalmazódott, meg abszolút hobbi szinten csináltuk. Akkor még bújtuk a blogokat, és néztük, hogy hogyan kellene megcsinálni. Egyébként ilyen magyar blogok alapján indultunk el. Nagyon sokat, és az elején még főztük otthon a fondantot, amivel bevontuk a tortát, nyilván ilyen már itt nincs, megveszük, hiszen sokkal szebben lehet vele dolgozni, de hát azért mi is ugyanúgy kezdtük, mint ahogy otthon egy anyuka elkezdi megsütni a gyereke első szülinapi tortáját.
Én még emlékszem, amikor a dédi mamámmal sütöttem még egészen kislányként. Nálunk de aztán valahogy sodródtunk az ára. Igen, nálunk is volt mindig mindenkinek tortája, amit anyukám csinált. Úgyhogy ez azért, ez így benne van az emberbe, hogy otthonról hozza. Hogyha születésnap, akkor torta. És a fehér ezzel is készült. Akkor jó, hogyha már ilyen lávaszerűen lejön a spatuláról. Igen. És most odaadom a Krisztának, és ő kifogja, köszi. Hát én most kifogom nyomni majd oda ezeket a kis makaronokat. A másik felét ezt pedig be fogjuk színezni. Körülbelül 7:30-kor kezdünk, és egy délután 3-ig, amíg el nem kell indulni a délutáni körre, addig itt vagyunk. Az, hogyha bejövünk ide, mivel a sajátunkat csináljuk, azt addig csináljuk, amíg be nem fejezzük. Tehát néha ebédelni is 10 percre állunk meg, és addig és csináljuk, amíg és közben azt nézzük, hogy milyen tortarendelések jöttek be. Tehát itt nincs olyan, hogy mi pörgetjük a Facebookot, és kávézgatunk, és beszélgetünk, ami lehet, hogy más helyen ez teljesen belefér. Igen. De az meg ennek egy nagy előnye, például, hogyha tudom, hogy napközben el kell mennem, akkor van arra lehetőség, hogy hajnalba bejövök, én itt elkezdem már a munkát, mire a Kriszta bejön, eljutunk egy szintre. Tehát, hogy saját magunk tudjuk alakítani a napjainkat. Nincs azzal gond, hogyha valakinek szólnak napközben, hogy el kell menni valahova, mert főleg a gyerekek miatt. Természetes. A megfelelő tortát a megfelelő szülinaposnak. Egyszerűen hangzik, és sok esetben valóban az. De itt is léteznek olyan kuncsaftok, akiknek kifejezetten nehéz eltalálni az ízlését. Szerintem a felnőtt férfiak. Igen. Igen. Gyerekeknek nagyon egyszerű. Kreatívak is, tudják, hogy mit szeretnének. Van olyan is, amikor lerajzolják, mit szeretnének. Azt megvalósítjuk. Nőknek is egyszerűbb. De a férfiaknak kötöttebb, ott nyilván már csak 2-3 szín jön szóba, de ott is el lehet lőni a makaront, a kis csokikkal a díszítést, megcsorgatjuk csokival. Tehát ha már egy színt mondanak, hogy ő azt gondolja, hogy kékes legyen, vagy szürkés, akkor már elindul egy folyamat, és akkor utána az egyikünk azt mondja, hogy mi lenne, ha lenne rajta makaron, akkor a másik mond valamit, és akkor elkezdjük csinálni. Sőt, sokszor van, hogy látja az egyikünk, hogy hiányzik még valami arról a tortáról, és oda jön a másik, és azt mondja, hogy hát erre még kellene tenni. Nagyon jó együtt díszíteni, nem jön, amikor külön vagyunk. Valahogy így kiegészítjük egymást, hogy meglátjuk, hogy mi hiányozna még onnan, ami a másiknak esetleg eszébe se jutna. Van egy ízlistánk, ezt mindig a rendelés elején elküldjük, és ebből választhatnak. Nyilván van, aki mást szeretne, de azt annyira nem szeretjük, mivel egy nem kipróbált, begyakorolt krémet nem igazán szeretünk betölteni, mert ki tudja, hogy hogyan viselkedik az a tortában addigra, amíg felvágják. Tehát begyakorolt krémeket teszünk csak bele. Szoktuk ezt frissíteni, most ősszel is 4 újat feltettünk az ízlistára, de nyilván van olyan, amit a gyerekeknek jobban visznek. Óvis bölcsis torták azok nagy és csokisak, tehát a kicsiknél az a befutó, nálunk a gyümölcsös vonal annyira nem megy. A felnőtteknél a fehér csoki valamilyen gyümölcsel párosítva, az nagyon népszerű. Meg hát egyre több a mentes torta, amire igény is van, mert egyre több az allergiás, főleg gyerek. Minden hétköznap itt vannak és készítik a tortákat. A maguk urai egymás között rugalmasan el tudják osztani a feladatokat. A saját sikerükért dolgoznak, de ami a legfontosabb, ahogy mondják, ezt a vállalkozást nem feltétlenül munkának élik meg. Mi nem dolgozni jövünk ide, hanem körülbelül inkább egy kikapcsolódásnak számít. Vagy soha nincs az, hogy hú, de nagyon nem, nincs hozzá kedvem. Persze nyilván elfáradunk, mert ez egy fizikai munka, ehhez hozzá is kellett szokni. És amikor itt a hétvégi tortákat még van, hogy este 8-kor is csináljuk, akkor az azért sok. De mellette, amikor vasárnap visszaírnak, hogy nem csak szép volt, hanem annyira finom is, az mindig azért egy elismerés. Én is ezt tudnám kiemelni, hogy ez abszolút nem munka. Nem úgy fogjuk föl. A hobbinkat csinálhatjuk, és ez nagyon-nagyon nagy
lehetőség és öröm, hogy mi így dolgozhatunk. Alapjáraton mindenki csinál mindent, de persze amikor itt vagyunk ketten, akkor van köztünk egy munkamegosztás, hogy ki mibe gyorsabb, de most, ha valamelyikünk kiesik, akkor sincsen probléma. Tehát nincs nálunk olyan, hogy valaki csak ezt csinálja. Persze gyakorolni kellett egy, nem tudom hányszor készítettünk makaront, mire elsőre sikerült. Tehát ezek nálunk is megvoltak ezek a lépcsőfokok. Megtaláltuk a saját stílusunkat, igen. És azóta igazából... ízvilágban is arra nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, hogy tényleg nem csak szépek a tortáink, hanem finomak is. Tehát nálunk csak minőségi alapanyagokból dolgozunk. És sokszor halljuk ezt vissza nagy örömmel, hogy tényleg finomak a tortáink, mert hogy ettek máshol szülinapi buliba tortát, ami szép volt, de már a felvágásnál érezték, hogy ez nem lesz az igazi, és hogy ez nálunk nem így van. A torták, a bevonók, a különböző krémek elkészítéséhez nagy odafigyelés és precizitás szükséges. Azonban, ha ezekkel megvannak, jöhet egy kicsit lazább, de jóval kreatívabb, sőt időnként kifejezetten szórakoztató feladat. Most elkezdjük megcsinálni a tortákra a díszeket. Nálam egy 3D-s unikorn is fog készülni, a Kriszta pedig egy Minecraft tortára. Még egy dísz van vissza, többi már elkészült. A különböző videójáték figurákat kedvelik a gyerekek, ezek sok tortára kerülnek rá. Magát a játékot nem ismerem, tortába rengeteget készítettünk már, de még kicsi hozzá a fiam, majd biztos ő is rákap. Hasonló korú gyerekeink vannak egyébként, nálunk sem mennek még szerencsére ezek a számítógépes játékok. Egyébként van, ebből is van olyan, amiről még semmit nem hallottunk, de akkor mi is felcsapjuk az internetet, és gyorsan felzárkózunk ezekből. Egy dekorációs masszával dolgozunk, ezt általában beszínezzük gélállagú festékkel. Hát így a legegyszerűbb, hogy kinyomtatjuk előre a tortáinkat, és akkor itt a minta, ez alapján dolgozunk. De ez nekünk már tényleg a nagyon sokadik, tehát azért elsőre nem ment ez ennyire flottul. Az eddigiek alapján úgy tűnhet, hogy a torta készítés egy már-már önműködő vállalkozás. Persze ez nincs így. Nagyon sok tanulásra volt szükség, tapasztalatokat kellett gyűjteni, és igen, nem egy esetben megesett, hogy a kísérletezések időszakában az elkészült édesség a kukában végezte. Ma már könnyebben veszik az akadályokat, de még így is akadnak komoly kihívások. Én azt mondanám, hogy az emberekkel sokszor nem olyan egyszerű kommunikálni, vagy azt kellett megtanulni, hogy például idejön valaki egy nagyon extra igénnyel, és mi kompromisszumra tudjunk vele jutni, hogy ki tudjuk elégíteni az igényeit, még hogyha nem is abban a formában, hogy ő azt eredetileg elképzelte, mert mondjuk az úgy nem megy, de boldogan távozzon is elégedetten. És nem csak ez. Egy-egy figurával bizony többet kell küszködni, hogy jó legyen a végeredmény. Járművek. Illetve az állatok sem voltak az elején annyira könnyűek. Igen. De a jármű az a legnehezebb. Ott azért az tartani kell az arányokat, egy egész tortányi autót pedig megcsinálni úgy, hogy méretarányos legyen és minden klappoljon, azért ez nagyon nagy munka. Most ott tartunk, hogy készen lett a feje, és akkor felszúrjuk a saslikpálcára. Ezek után egy szép arcot kell neki varázsolni. Felkerül majd a két füle és a sörénye. A díszek kialakításához nem csak ügyességre, hanem különleges eszközökre is szükség van. Szerencsére egyikből sincs hiány. Hát például ezzel egyébként cukorvirágot, szirmot kell vékonyítani. Ezzel szoktuk a szemeiknek a helyét megcsinálni. Utána ebbe fog belekerülni egy fekete szemgolyó, és még arra teszünk majd fehér szembogarat. Ebből több különféle méret van. Van ilyenünk, amivel akár ilyen, ha ezt a fejét kivesszük, akkor ezzel ilyen varrotra meg tudjuk csinálni a fondant, mint hogyha öltések lennének benne, ezt is sűrűn használjuk. Hát, illetve ez a penge, amivel a legtöbbet vágunk. Ez így rendkívül idegnyugtató. Tehát ez így mindig a hét elején ilyen... Van rá időnk, nyugodtan csináljuk, és ez mindig ez a jó része. Ehető ragasztó, ezzel fogom összeragasztani. És akkor megkapja a kis testét. És ezt még egy saslikpálcával is meg fogjuk erősíteni.
ide is teszünk egy kis ragasztót. És akkor felkerülhet a feje. Ezt ugyanúgy meg tudják enni a gyerekek? Igen. Igen, ez minden részelhető. És mindjárt megcsináljuk a szemét és a száját, és készen is van. A gyakorlás az biztosan kell hozzá. Azért mi se így indultunk. 3D-s figurában mi se voltunk az elején erősek, meg annyira önbizalmunk sem volt, de rengeteg külföldi videót nézünk, sokat gyakoroltunk, és azért most már nagyon extrém az, amit nem vállalunk el ilyen 3D-ben. Mindent meg lehet csinálni, de ez rendkívül munkaigényes. Tehát itt vannak figurák, amiket órákig csinálunk. És nyilván az idő, pénz, alapanyag. Úgyhogy ezek nem olyan gyorsan menő dolgok, amit itt hét elején csinálunk, de van, aki ragaszkodik hozzá. Teljesen együtt csináljuk. Mi így leülünk egymással szembe. Megbeszéljük, hogy kinek, mihez van aznap kedve. Általában a hét elején átgondoljuk a hétvégi tortákat, és akkor elkezdünk gondolkozni, hogy milyen díszek fognak kelleni, melyik torta kié lesz, és akkor a díszek azok körülbelül addigra, mire összerakjuk a tortát, már készen vannak. És akkor általában én körbesimítom a tortákat, megvan egy alap, és a Kriszta pedig ráteszi a díszeket. Az ördög a részletekben van, a figurákat sokszor nem lehet elnagyolni. Az unikorn is például színes sörényt is kap. Hát színes fondant csíkokat fogunk rátenni Timcsnek. Ehhez kelleni fog egy pár lányos szín. A tincsek is a helyükre kerülnek. Emily és Kriszta azt meséli, hogy bármennyire is szerették volna, a családjuk támogatása nélkül nem élhetnék ezt az új életet. Kellett bátorság is, hogy feladjuk az előző szakmánkat, és volt egy, mind a kettőnknek egy nagyon támogató háttere, aki biztatott minket. Nagyon nehéz helyzetbe is kezdtük el, a Covid alatt nyitottunk, és végig támogattak bennünket. Mind a kettőnk férje itt volt, csinálták, amikor kellett, nagyon nehéz volt szakember találni akkor, amikor mi kialakítottuk a tortaműhelyt, tehát ők itt voltak és csinálták mindent. Amiben lehetett, tényleg mindenbe segítettek. És meg se fordult ez a fejükbe, hogy esetleg nem sikerül, vagy be kell zárni. Azért vannak nálunk is, amikor egy kicsit pesszimistábbak vagyunk, de akkor mindig azt mondják, hogy ugyan fel a fejjel menni kell, előre csinálni kell. Nem is fordul meg a fejükbe, hogy esetleg ez nem működik. Az emberek sokszor megdöbbennek egyébként, hogy váltottunk, ez biztos, és szerintem az emberek szemébe magasabb presztízse van annak, hogyha valaki jogász, mint hogy cukrász, ez is biztos. Zavaró ez? Hát egy kicsit nyilván rosszul esik. Főleg amikor ismerősök. Igen. Holott attól mi még ugyanúgy maradtunk jogászok is, tehát akár vissza is térhetnénk, csak még mellette van egy másik szakmánk, és igazából ezt nem vehetik el tőlünk most már soha. Tehát amikor megkérdezik, hogy mi a foglalkozásunk, akkor általában azt szoktuk mondani, hogy jogász és cukrász, amit nyilván követ egy mosoly, és megkérdezik, hogy most melyiket csináljuk. És akkor megdöbbennek, hogy ó, tényleg, de általában azt teszik hozzá, hogy ó, milyen jó. És tényleg jó, hiszen a két hölgy kezei közül kikerülő torták elsősorban a gyerekeket örvendeztetik meg. Ez nem üzletpolitika, egészen egyszerűen így hozta az élet. Gyerektortából indult, mert adott volt az élethelyzet, hogy mind a kettőnek kicsi gyerekei voltak, de nem feltétlenül, itt is egy kicsit sodrottunk az árral. Mind a kettőnknél, ahova jártak a gyerekek óvodába, ott hamar megtudták az anyukák, hogy mi ezzel foglalkozunk, akkor onnan sok rendelés jött, és ez így adta magát, hogy akkor abba szereztünk gyakorlatot, ott ismertek minket, és így jöttek a rendelések. De mi nem feltétlenül csak ezzel foglalkozunk, jelenleg tényleg ebből van a legtöbb. A terv a közeljövőre az, hogy egy kicsit erősítik a felnőtteknek szánt, például esküvői torták vonalát. De hosszabb távon egészen más elképzeléseik is vannak. Az nem tartozik közéjük, hogy visszatérnek a joghoz. A cukrászat most úgy tűnik, hosszú évekre megmarad. Hát ahol jelenleg szeretnénk tartani, ott tartunk, de a távlati célunk mindenképpen az, hogy majd szeretnénk egyszer egy beülős cukrászat. De ez egy olyan 10 éves terv. És ott annak lenne egy nyitvatartása, tehát ez a jelenlegi vállalkozói szabadságunk, ez a kötetlen munkaidő, ez megszűnne. Most nekünk mind a kettőnknek pici gyerekei vannak,
ez jelenleg nem is annyira kivitelezhető, de hogyha 10 év múlva a gyerekeink is nagyobbak lennének, akkor mindenképpen ezt szeretnénk. A gyerekek azonban még kicsik, és állítólag nagyon is örülnek annak, hogy az anyukák tortákat készítenek. Időnként még kedvencek is akadnak. Az én fiam focisat. De persze ők mindig mindent szeretnének, tehát hogyha meglátják képeken, hogy éppen mit csináltunk, ó, akkor anya, nekem is ilyen kell a szülinapomra, amit aztán nyilván addig még 20-szor megváltoztat, de ők bárminek örülnek egyébként. És persze az is tény, hogy egy kisgyerek számára jobban értelmezhető az, ha a szülő mesefigurás finomságokat készít, mint az, hogy jogász. Hát ők igazából abban már nem születtek bele, tehát nem is tudják, hogy ez mi volt, mert oda már ugye a szülés után nem mentünk vissza. Tehát amikor én elmondom, vagy megkérdezik, hogy miért van doktor a neved előtt, akkor elmondom, hogy azért, mert anya jogász is, és az egyetemet elvégezte, akkor ez nekik csak egy ilyen mese, de anya mit csinál? Tortát süt, és van torta műhelye. Igazából számukra ez a munka. Hétről hétre készülnek a legkülönfélébb torták. Emily és Krista mindennapjai arról szólnak, hogy piskótákból, krémekből, cukormasszából váltják valóra gyerekek kedvenc mesehőseit, történeteit. Az már szinte csak a ráadás, hogy ezek a történetek még ehetők is.